Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett. Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most is a válunkból eljön. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett. Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és a válunkkor eljön. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most is halálunkkor eljön. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most is halálunkkor. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most is halálunkkor eljön. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most is halálunkkor eljön. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most is halálunkkor eljön. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom! Ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod,
amint a mennyben, úgy a földön is. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Ó Jézusom! Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja, hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire. Könyörögjünk! Urunk Istenünk, a Te egyszülőt fiad
életében, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy e titkokról a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve, higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek, Krisztus, ami Urunk által. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Testvéreim, a kapisztán Szent Jánosról elnevezett, Szent János áldozatról ünnepeljük, a nemzeti ünnepünkön is szent áll előttünk, aki sokat harcolt és a hitéért kiállt. Ezt a szent misénket elhunyt Kirják Mária és Fazeka Sándor szülőkét ajánljuk föl. Kérjük számukra mindenható Istentől a boldog örök élet nyugalmát, hogy kéréseink meghallgatása találjanak a mindenható és irgalmas Isten előtt szent misénk elején. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket és bánjuk meg minden bűnünket. Gyónom a mindenható Istennek és nektek, testvéreim, hogy sokszor és sokat gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én védkem, én védkem, én igen nagy védkem. Kérem azért a boldogságos mindenkor szeplőtet, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhez. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg a mi bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen. Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Krisztus kegyelmez! Krisztus kegyelmez! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Könyörögjünk! Istenünk, Te Szent János küldted szorongatatásban élő híveit megerősítésére, add, hogy oltalmad alatt biztonságban éljünk, és őrizd meg egyházadat szüntelen békében. A mi Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Szent Lecke, Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt második leveléből. Testvéreim, Krisztus szeretete sürget minket, hiszen arra meggyőződésre jutottunk, hogyha egy meghalt mindenkiért, akkor mindenki meghalt. És ő azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, nem maguknak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt és feltámadt. Ezután tehát nem ismerünk senkit emberi szempontból. Ha Krisztus azelőtt emberi módon ismertük is, most már nem úgy ismerjük. Mindenki, aki Krisztusban van, új teremtmény. A régi megszűnt, valami új valósult meg. De ezt Isten viszi végbe, akit Krisztus kiengesztelt irántunk, és aki megbízott minket a kiengesztelődés szolgálatával. Isten ugyanis Krisztusban kiengesztelődött a világgal. Nem tartja számon vétkeinket, sőt, ránk bízta a kiengesztelődés tanítását. Tehát Krisztus követésében járjunk, Isten maga int benneteket általunk. Krisztus nevében kérünk, engesztelődjetek ki Istennel. Ez az Isten igéje. Istenem, Te vagy nékem az én örökségem. Istenem, Te vagy nékem az én örökségem. Istenem, oltalmazz engem, mert benned bízom. Azt mondom Uramnak, Istenem, Te vagy nékem,
Isten az én osztályrészem és sorsom kelyhe, örökségemet tőle várom. Istenem, te vagy nékem, az én örökségem. Áldom az Urat, mert tanácsot adott nekem, éjjel-nappal erre tanít szívem mélye. Mindenkor Isten tartom szemem előtt, jobbomon ő áll, semmitől sem félek. Istenem, te vagy nékem, az én örökségem. Megmutatod nekem az élet útját, és a végtelen boldogságot, midőn szent orcád látom. Gyönyörűségre hívtál engem, jobbod mellett szünet nélkül. Istenem, te vagy nékem, az én örökségem. Alleluja! Én a világ világossága vagyok, mondja a mi Urunk. Aki engem követ, övé lesz az élet világossága. Alleluja! Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Lukács könyvéből. Amikor már közel voltak Jézus szenvedésének és megdicsülésének napjai, útközben valaki így szólt hozzá. Követlek, bárhová mész. Jézus így válaszolt. A rókának van odúja, az ég madarainak fészke, de az ember fiának nincs hová fejét lehajtania. Egy másikat Jézus szólított fel, kövess engem. Az így válaszolt. Uram, engedd meg, hogy előbb elmenjek és eltemessem apámat. Hagyd a holtakra, hadd temessék el halottaikat, mondta neki. Te pedig menj és hirdesd az Isten országát. Egy harmadik ezt mondta neki. Uram, követlek téged, de engedd meg, hogy előbb elbúcsúzzam a családomtól. Jézus így válaszolt. Aki kezét az eke szarvára tette, és mégis hátra tekint, nem alkalmas az Isten országára. Ezek az evangélium igéi. Kérjük testvéreim, Krisztus Urunkat, a jó pásztort, hogy mutassa meg szeretetét irántunk, és hallgassa meg kéréseinket. Urunk, te vagy a pásztorok fejedelme. Ne hagyd egyházadat szent és kiváló lelki pásztorok nélkül. Hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg. Aki nyájadat Péterre és utódaira bíztad, add, hogy Ferenc pápánk az apostoli lelkű szent főpapok nyomdokait kövesse. Hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg. Aki jóságosan tanítod és neveled a népeket, ne engedd, hogy a világ elveszítse érzékét a lelki táplálék iránt. Hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg. Aki ismered tieidet, ne engedd, hogy egy is elvesszen azok közül, akikért véredet ontottad. Hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg. Aki válladra veszed a gyengét, és felkutatod az elveszett bárányt, erősítsd meg gyenge hitünket, és térítsd vissza magadhoz azokat, akik elhagytak téged. Hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg. Aki életre adtad juhaidért, kérünk, öleld szent szívedre Mária és Sándor szülőket, és többi elhunyt testvérünket, hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg. Urunk Jézus Krisztus, hallgass meg néped kéréseit, és örvendeztes meg nyájadat a pásztorok gondosságával. A pásztorokat pedig a rájuk bízott lelkek engedelmességével, aki élsz és uralkodsz mindörökkön örök. Áldott vagy, Urunk, mindenség, Istenem, mert a te bűnkedőségedből kaptuk a kenyeret, felajánljuk neked, mint a föld termését és az emberi munka gyümölcsét, ebből a számunkra az élet kenyere. Áldott legyen az Isten mindenki. A vívi
és a bor titka által részesünk annak istenségében, ki kegyesen részesedett a mi emberségünknek. Áldott vagy, Urunk, mindenség Istene, mert a Te bőkedőségedből kaptuk a bort, felajánljuk neked, mint a szőlőtő termését és az emberi munka gyümölcsét, ebből lesz számunkra a lélek itala. Áldott legyen az Isten mindenki. Parázos nyelkel és törődelmes szívetnek, fogadj el minket és minket összedőt áldozatunk. Most de Uram bűneimet és végkeimtől tisztíts meg engem. Imádkozzatok testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadj el az Úr kezedből az áldozatot, nem éljen kísérletére és csüsségére, mindannyiunk és az egész Anya Szent Egyház javára. Istenünk, tekints megengesztelődve áldozati adományunkra, mert ma felajánlunk, Szent János áldozópap közbenjárására ad, hogy ellenségeink cselvetései között szilárdan helytálljunk Krisztus, a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek! És a lelkedben! Emeljük föl szívünket! Fölemeljük az Úrhoz! Adjunk hálát Úrnak, Istenünknek! Méltó és igazságos! Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig is mindenütt hálát adjunk neked, mi Urunk szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus a mi Urunk által, mert magasztalnunk kell gondviselésed csodálatos titkát, hogy választottaidban, akik országodért magukat Krisztusnak szentelték, a gyarló embert az ősi ártatlanság állapotára hívod, így már most megtapasztalja azokat a javakat, amelyeket a jövendő életben teljesen birtokol. És ezért a szentekkel és minden angyallal együtt dicsőítünk téged, és vég nélkül mondjuk, Szent vagy, Szent vagy, Szent vagy, mindenség Ura Istened, dicsőséged betölti a mennyet és a földet. Hozsanna a magasságban, áldott, aki jön az Úr nevében, hozsanna a magasságban. Valóban Szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árad le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Haláladat jelenik, és hittel valljuk föl támadásodat, amit elhúz. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét. És hálát adunk, mert arra méltottál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsd egybe a Szentlélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk.
Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát, az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, Csaba érsekünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Amen. Üdvözítünk szavára és isteni tanítása szerint így merünk imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondtad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne a vétkeinket nézd, hanem egyházad hitét, őrizd meg szándékod szerint békében is, add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodsz mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a te engesztelődjetek ki szívből egymással. Legyen békesség köztünk mindenkor. Amírunk Jézus Krisztus testének és vérének egyesítése, váljék a szent áldozásban lelkünk üdvösségére. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, adj nekünk békét. Uram Jézus Krisztus, az élő Isten fia, te az Atya akaratából, a Szentlélek közreműködésével, halálod által életre keltetted a világot. Szabadíts meg engem szent tested és véred által minden vétkentől és minden bajtól. Add, hogy mindig ragaszkodjam törvényeidet és soha el ne szakadjak tőle. Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Krisztus teste, őrizzen meg engem az örök életem. Krisztus vére.
Add Uram, hogy tiszta szívvel fogadjuk, amit magunkkal magunkhoz vettünk. Földi életünket ajándékot, segítsen minket az örök életre. Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot, és én veletek vagyok minden nap, mondja az Úr. Könyörögjünk! Mindenható Istenünk, Te mennyei étellel és itallal tápláltál minket. Szent János áldozó pap közben járására, védelmezd minket minden ellenségtől, és őrizd egy házadat szüntelen békében, Krisztus a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szent Mise véget ért, menjetek békével. Istennek legyen hála. Jézusunk, lelke örök pásztora, tekints irgalmas szemmel szeretet nyájadra. Urunk, mint árvák sírunk előtted, kérünk téged, a boldogságos szüzanya, a magyarok nagyasszonya közben járására, adj nekünk papi és szerzetesi hivatásokat. Jézusunk, adj nekünk a te szíved szerinti papi és szerzetesi hivatásokat.